jól találtad ki, azt mondja, mert a képe létezik, abból létezik. Tehát a kép tartja fönt a képet. De ez képtelenség. Tessék, Pancsa. Van egy érdekes tapasztalatom, hogy kutyát sétáltatok, és kiraktak egy helyre, saját területre, csak ilyen ágakat, vagy ilyen kis cörököket. És egyetlen egyszer se rántottam a kutyámat mondjuk onnan vissza, de ő mindig ugye megy a füves részekre, és ez is egy füves rész. És arra gondoltam, hogy kutyát sétáltattam, hogy megy, előtte mindenhol bement a füves részekre, és ezen a részen, ahol volt ez a kis csak elől cölöp, érdekes, kijött magától, kikerülte, és utána ment be megint. De nem mondtam neki semmit, meg nem rántottam ő saját maga a területet. Hogy a gondolat, amit most megérti az, hogy egy terület határozó nem szabad bemenni. Igen, de hogy nem kerítéssel van leválasztva, mert szabadon mehetne tovább a füvön. Hát ilyen van a... De mégis. A szántóföldeken is a sarokba le van verve egy karó, tehát nem kell az egészet centinként körbe karozni. De ott a gondolat, az a terület. Bár keleten körbe rakják kővel. Nagyon köves a föld, és hogy ne legyen köves a föld, minden követ kihordanak a terület szélére, és így szép lassan emelkedik egy ilyen, a telek határ így ilyen kövekből. Csak ugye egymásra van rakva, nem fal, ha olyan szempont nincs összekötve semmivel, összebetonozva, hanem csak úgy oda, egymásra rakják. És így végig van rakva. Érdekes. És ez így rakodik. Érdekes, hogy mondjuk a zsidóknál az van, hogy a sírjára tesznek mindenki, aki arra jár egy követ. Lehet, hogy pont ez a dolog, hogy kihordják a, hogy könnyű legyen neki a föld, kihordják róla a köveket, vagy nem tudom, milyen alapgondolat motiválta eredetileg ezt a akkor miért ráteszik? Mi? Könnyű legyen, akkor miért ráteszik? De pont ráteszik, hogy vissza ne jöjjön, igen. Egyébként ez miért van, hogy a zsidóknál őkre váltják meg a sírhelyeket? Tehát a keresztényeknél fizetek, mint tudom én, 25 évre, akárhány évre, nem tudom, akár zsidóknál viszont egyszer megveszem a sírhelyet, akkor az örökké enyém marad. Szívítő. Igen, hát ez a normális. Hát szerintem is ez lenne normális. Hát persze, csak te goly vagy. Hát jó, oké, mert kihantolják a díjat. Lehet, hogy tőle veszed meg 25 éven keresztül. Persze. Most a nagyanyám sírját kifizettem 35-ig. Jól élt, sokáig élt a kis öreg, 90 éves koráig élt. Nagyon aranyos volt. És aki nem váltotta meg a sír helyet? Hát azt kidobják. Kiforgatják. Eladják még egyszer. Nem vagyok, ezt már tömött meg mást. Vagy rátömött meg mást. Van valami értelme, vagy minek? Vagy az, hogy azok a csontok kikerülnek, tehát... Van, persze. De nem azok a csontok fognak föltámadni, szóval azt csak úgy mondanám, hogy azt felejtsétek el. És a legkeresztényebb keresztény, a legkatolikusabb katolikus is hív vissza feltámadásba. A materialista nem, mert az a lélekben se hisz. Ezért aztán bizonytalan vagy, hogy mégse. Szóval ez a probléma ebben. Csak egyszer kerüljön bajba. Csak egyszer kerüljön bajba, rögtön azt fogja mondani, hogy ja Istenem, ha hogy ne? Persze, mert süllyedő hajon kevés az ateista. Hát ez is ugyanolyan, a zuhanó repülőn is. Milyen aranyos volt egy magyar pilóta, most mindenkit megmentett, ő halt meg. Ja, igen. Berlinnél lezuhant, ilyen ejtőernyős ugrásra vitt föl embereket, és akkor valami műszaki hibája lehetett, és még volt ideje kidobni az ejtőernyősöket, hogy ugráljatok ki, mert zuhanunk, és ő már nem tudott sehogy kijutni onnan, lehet, hogy nem is jutott neki el. Neki ott hagyták a hátizsákot. Nehéz volt. Nem, volt ilyen vicc, hogy ő a hátizsákkal ugrott. Egy-egyes zuhan lefelé, és dadogos, és keresi magának, hogy mit kell meghúzni, elfelejtette, hogy hol kell meghúzni ezt, hogy kinyíljon az ejtőernyő. Egyszer csak jön valaki vele szembe, így fölfelé. Mondja már meg, hol kell ezt itt meghúzni? Én nem tudom, én csak egy egyszerű lőszergyári munkás vagyok. Na, van-e valami kérdésetek? Parancsolj! Hogy jön ki geometriailag a 72? Mert matematika 6x6 az 36x2, mert az 72-ről szól, ez így rendben van? Na, ez már egész jó.
De geometriailag ez hogy jön ki? Ezt hívom én kerub evolúciónak, mert egymás. Igen, szállt. Igen, megvan egyébként ennek az elágazás rendszere. Én sokszor kérdeztem a Gyuri bácsitól ezt. Megvan, valaki elvitte kölcsön a könyvemet, azóta nincs meg, mert akartam nektek belőle felolvasni. Fontosabb kerubuk a tudnánk, hogy kikinek a fia, úgyhogy... Igen, majd előkeresem, és akkor meg lesz. A szerző nagyon, nagyon boldog volt, hogy az ő könyvéből tanítok, aki ezt írta, mert együtt tanítottunk a mantrán, azon a főiskolán tanítottunk együtt, én ezoterikus főiskolán. Összesen egy napot tanítottam, azt is majdnem másfél év után fizették ki. Akkor is a felét. Na jó, szóval... Hát jó. Igen, hát igen, ez oda egy kicsit bonyolult volt. Tehát ott javarészt ilyen, hogy mondjam, ilyen verdesős anyusok voltak, tudod, és azon, akikből soha nem lesz természetgyógyász, az életben nem lesz. Se tehetsége nincs, se semmi. Ahhoz tehetség kell. Énekessel lehetsz te. Lehetsz énekes, csak ki a közönség megdobál paradicsommal. Érted? Szóval lehet. Parancsolj. A 72 az mindenki, hogy van a két szentélyek, ami egyszerűen keletkezik a fiúk alá, és akkor annak van a túlvilágítvány, akkor már van a tűzén, és azok 6 helyen vannak, akkor az már 24, és ez van 3-szor, vagy 3. Ott egyébként a megoldás ott van a fejetek fölött, csak mondanám nektek, hogy ott a fejed fölött van a megoldás. Nem ott, Péter. Ott, arra, hátad mögött. Ott a megoldás, igen. Hát jó, hát nézeges meg egy kicsit. Na. Szóval mindig ki van téve a megoldás, csak hagylak benneteket fölfedezni. Érted? Mert hogy valamennyi, hogy legyen sikerélményed, mert különben nincs. Tehát ha mindent elmondok neked, az nem jó, ha rávezetlek, az jó. Tehát ha megoldod a gyerek helyett a házi feladatot, akkor egy hülye vagy, ha rávezeted, akkor egy okos. Tehát rá kell vezetni, de őnek is legyen sikerélmény, hogy meg tudta csinálni. El kell mondani neki a megoldás típusát, hogy kell ezt megoldani, hasonló példával, de azt a példát neki kell megoldani. Jó, hát akkor azért van itt a 64, ott meg a 72. Azért. Ja, többiek nem tudják, a fiatalok, hogy itt miért van 64, meg hogy miért 64. Nem tudják, hogy miért van 64. Nem igen, igen. De a konyolokról van szó, bocsánat. Ez alatt ott a 64. Igen. Miről van szó? Angyalokról. Arkangyalokról. Arkangyalokról és a kerubokról van szó. A 72 arkangyal, ugye? Nem, kerub. 72 kerub van, de ezeknek egy része nő, azt hozzá kell tenni. Ezek nem mint férfiak. Az aciak végződések azok a nők, és az élvégződések mind. Tehát az nem Mikály arkangyal, mert Mikának hívják, és Mika él. A Gábri és Gábri él, de az ott a rangja az él. Tehát, hogy ő egy originálisnak az első elosztottja, a Szentléleknek az első gyermekei, és ezek azok, akik a rendszert utána mind létrehozzák, mert minden elágazás rendszer utána belőlük van elágazva, az összes többi testvéreik is. És a hónok részére miért van a négy arkangyalnak, aki a Szent Koronánkon rajta van, kitüntetett szerepe? Kettő van csak rajta. De eredetileg? Eredetileg négy volt. Mikhail, Uriel, Rafael és Gabriel. Igen. Ez a négy főkerub. A kettő a más világot viszi. Melyik? Hát melyik van a milyenken? Uriel és Rafael lesz a túloldal szerintem. Uriel és Rafael van a túloldal, úgy van. És a Gabriel meg a Mikael van nálunk. Tudnék, amikor a két teremtő egymásba rohan, akkor két örvény keletkezik, két időörvény keletkezik, és a két időörvényből az egyik jobbos, a másik balos. Tehát ez is egy antianyagvilág ehhez képest, de még mind a kettőnek a saját antianyagvilága is megvan. Tehát egy elég bonyolult, egy négyes rendszer jön létre, és ezeknek a vezetői, ezeknek a rendszereknek a vezetői, ez a négy főkerub, akik az egész rendszernek a vezetői. Ők nem arkangyalok? Nem, ők kerubok. Az arkangyal az lejjebb van egy fokozattal.
akkor a más világ, tehát az anyai univerzumban van nagy a felülag, Rafael és Uriel? Igen. Ezt mondja Gyuri Mert? Igen, az a más világ. Igen. De az a más világ. Hogy kutyulódik bele? Tehát ő még fölöttük. A tudás benne van, mert a mi koronánkon is rajta van, a 64 almandin van a koronánkon. A 64 almandin az igazából a 64 dimenzió. Ezért van a saktáblán is 64 mező, de ha megnézed, abból a fele fekete, a fele fehér. A világos, most mindegy, világos meg sötét, az most teljesen mindegy. Tehát 32-32. Igen, de ez a 32 is a 16-nak a duplája mind a kettő. Tehát 16 meg 16 az 32, itt is 16 meg 16 az 32, összesen 64, és ez mind rajta van a koronánkon, vagyis hogy rajta van nem csak ez a világ, hanem még a más világ is, tehát a tükörvilág is rajta van, a tudásunkban benne volt. És 72 gyöngy van, 72 kifúrt gyöngy van a koronánkon, a izé részén, a pánt részén. Ezen a, itt a négyzet alakon, a tetején, meg ezen a négy pánton összesen 72 gyöngy van, nem volt rajta soha több, mert 72-nek kellett lenni. Nem volt rajta soha több almandin, tehát az nem volt hosszabb, meg nem volt más. Tehát arra kell figyelni, hogy azok, akik nekünk a történelmet meg akarják magyarázni, meg csinálni, meg a szakrális tudásunkat adni akarják, azok csalók, azok téged be akarnak vinni az erdőbe. Először csak kicsit változtatta, nem kezdesz szőzöngeni nagyobbat, még nagyobbat, a végén elveszi tőled, kész. Hát ahogy te szoktál a nápolyival csinálni, hogy benyúlsz az acskóba, megeszek egyet, hát még egyet. Így. Az utolsó darab. Utolsó darab. Na jó, hát azt már meghagyom. Á, nem hagyom meg. Hát. Az minek? Az már minek, azt az egyet csúfságból nem hagyom meg. Mondjad. A téridőknek van öt lényegében öt eleme, ami folyamatosan másolódik. És mindegyiknek van egyébként egy másodlagos elágazása, és nyilván ahogy másolódik, önmagában már van egy másodlagos elágazása. Ők lennének elvileg a arkangyaloknak a beszületései. Az öt forrás is dupla. Nyilván annak van az antiverziója. Mert mindegyiknek megvan az ellenütemű másik fele. Arról beszéltünk, hogy a forrásnál már megvan, hogy itt van és a másik létezésben van. Ugyanez megvan később is. Tehát ez a dimenzióforrások, hát azok ugyanolyan dimenzióforrások, az atyák, mert hogy nem egy atya van, hanem öt, mert hogy mikor körbe másolódik a hatos szimmetriában, csak öt van, nem jut ötről a hatra, nincs meg a hatodik sosem, mert mindig akkor tűnik el a legutolsó a sorban, amikor az első megint megjelenik, közben hátul mindig egy eltűnik. Mondjad? De akkor például, hogy öt van, hat helyen ágazódik, ennek hat helyen van. Hat helyen van öt forrás. Aztán 11 helyen van 5 forrás, aztán 16 helyen van 5 forrás. Tehát a monázban, amikor még csak egy oktaéder van, abban csak 6 hely van és egy forrás szünet. A diászban ott is egy forrás szünet van, de már 11 helyen van. A triászban ott már 3 oktaéder van, egy csúcsuk közös, ezért nem 18, hanem 16. Ugye, mert a 3 oktaéder egy pontba találkozik. És akkor ez a mostani téridő, vagy a Szentléleknek a forrása. Tehát azok, akik keleten ezt őrzik, a Mitsubishi, a japánok, akik rokonaink ugye egyébként, mert hogy a japán északi részén ott hunok kavartak, pláne amikor aztán vesztettek ott valamit, akkor átmenekültek oda, mint ahogy most is átmenekült egy csomó Tajvanra, átmenekültek, amikor a kínaiak elkezdték írtani a hunokat. Ok nélkül. Az ujgurokat is ok nélkül írtják, nem szarakodnak fel. Ok nélkül. Most is. Kétják őket. Amit kérdezni akarok, hogy ebben a szemléletben a kerubok ők a jobbos jellegű időforrása, gondolom, vagy a másolatási rendszerük, a kerubinák azok, most nem kerubináknak hívom, de nem az a nevük, ők meg a balos, tehát ők az antik. Úgy van. Viszont a Gyuri bácsi mondja, hogy kevesebb a női él, mint a férfi, az azt jelenti, hogy ennek szimmetrikusnak kéne lennie, de nem az. Nem, kevesebben vannak a női források. Miért? Mert talán az eredeti keltő forrásrendszerek okozó, nem tudom. Az aszimmetria mozgatja a világot. Te azt gondolod, hogy mindenképpen szimmetrikusnak kéne lenni. Igen, törekszik a szimmetriára a rendszer,
de sosem éri el. Mennyivel kevesebb női kerúban, mint férfi? 32, meg így valahogy. Nem 36-36, hanem 32 lány van, és a többi fiú. Jézus miért mondta kereszten, hogy éli, éli, miért hagytál el engem? Nem hát, ezt mondta. Nem ezt mondta. Hanem? Hogy dicsőítettél meg engem? Arámi nyelven mondta. Éli, éli, lábak szabadtál. Persze, igen. Persze. Az arámi nyelv még él. Szóval nagyon nehéz meghamisítani, mert még él. Már csak három faluban él, Szíriában. Szíriában él még az arámi nyelv. Írtották, ahol érték. De arabra próbálják, most is arabra próbálják változtatni. Tehát a, még a mi atyánkot elmondják arámi nyelven, a tanítónéni, de az összes többit már arabul beszélnek. Tehát csak egy valami van még arámi nyelven az iskolában, az a mi atyánk arámi nyelven. De három falu maradt még meg. Nagyon érdekes, mert emlékeznek egy csomó dologra. Nagyon, nagyon érdekes. Én volt egy ilyen beavatott ottani pap, aki orvos is volt, és itt Magyarországon is volt, én haverkodtam vele. Az nagyon érdekeseket mondott ezzel kapcsolatban, aki annak a szektának ott a tagja, hát az nem szekta, hanem az az eredeti vallás, az összes többi belül alakult ki, az a szekta. De ebből már alig van az eredetiből, és ott én emlékszek egy előző életemben, ott vagyok eltemetve, és tudom, hogy mi van kiírva a síromra. Mi? A tudás az élet, a nem tudás a halál, én mindent tudtam. Ez van kiírva a síromra. Na de ott egy 8 méteres testem volt. Egy jó bazinat sír is. És... most kiásnak akkor egy óriás sír jön? Igen, igen, igen. Szíriában? Szíriában. Nem tudták föl még eddig? Nem, megvan. És Etiópiában miért? Egy ilyen háztetőszerű, hosszú sír hely, tessék? Etiópiában is van sírom. Ez a Salamon fiának a teste? Az a Salamon fiának a teste. Első Menelik. Menelik. Néven. Császár. Voltam császár, igen. Nem, nincs jelentősége ma már. De nagyon érdekes, mert ezt valahol érzik, tudják, mert nekem visszaírta Haile Selassie-nek a fia. Egyből. És küldött nekem amara, egy arámi bibliát, nem arámi, hanem etióp bibliát küldött. Nagyon őrizgetik a finnlát és ott a szigeten. Igen, igen, igen. Összehazudnak arról is mindent. Mindent, hát ez szokásos, ez csak a szokásos. Most láttam azt a filmet, és le is töltöttem, amit a Duna TV-n bejátszottak talán egyszer, nem nagyon sokszor játszották be, hogy kimentek a Fridládához, és most le is töltöttem, meg is van az a film. Mert a Duna TV-ben láttam, de aztán nem volt meg, és most valaki azt megszerezte, kitette a YouTube-ra, és meg is van, mert le is sikerült töltenem, és az a lényeg, hogy a Fridládától kérdeztek a magyarok. Más elhagytották, én is láttam, egy angol dokumentumfilmet. Angol dokumentum. Oda mentek, és a pap azt mondta, hogy viszontlátásra. Mindenkit elhagytottak a francba, de a BBC-nek, meg a senkinek nem nyilatkozott, de a magyaroknak kétszer is bement, és a kérdését föltette a Fridládának. Mert a Fridládát senki nem láthatja, csak ez az egy nyűzöge kis pap, van egy ilyen kis őre ennek a Fridládának az őre, az csak egy ilyen kis 45 kilós öreg pali, hogy egy pofon 9 bukfenc olyan, és nem bírják mégsem elvinni, vagy nem is próbálják elvinni. Többször megpróbálták, általában nem nagyon maradtak életben. Mondjuk senki. Vigyázz magára. Vigyázz magára. Kispap csak azért van, hogy becsukja az ajtót. Az kispap csak azért, hogy becsukja az ajtót. Meg besöprődj a részt. Nincs ajtó, csak egy ilyen pokrosz lóg az ajtóban. És akkor nem láthatja senki a Fridládát, de mindenhol ott van a másolata. Az összes templomban ott van a másolata. Hogy takarítják ki? Hogy takarítják ki? Ez az egy pap takarítja. Hát bemehet? Az egy bemehet, de senki más nem mehet be. Miért annak idején a izé sem mehetett be, ott se senki a szövetség sátrában nem mehetett be senki. Hát ez most egy kicsit az a kis kápolna, az most egy kicsit a szövetség sátra. Ugye, mert hogy oda sem mehet be senki.
Se tévések, se nem, ott nem, nem lehet semmit csinálni, nem, lehet, nem is láthatja senki. Kivétel a Jerry Bíró. De azért ugye, azért a Mussolini füstölgött cipővel távozott Etiópiából, azt ezeknek csak ilyen szar első világháborús dióverő puskái voltak, ilyen szuronyos puskák, tudod, de ilyen régi ocska előtöltös, talán még nem is tudom, szóval ilyen nagyon gyengécske puskák voltak akkor még, és az volt az érdekes, hogy nem gépfegyver meg ilyenek, hanem csak ilyen egy töltény belefért, úgy lehetett egyedül. És a Mussolinit azt etióp császárra koronázták, senki nem tanulta, nem is mondott semmit. Ott láttam a felvételt róla, Addis Abebának a főutcáján ott ment egy lovon, nem fehér lovon, hanem feketén, sötét színű, mert fekete-fehér volt a film, nem tudom, de ott ment egy ilyen fehér rohamsisakba. És abba ott menetelt, és mentek. De aztán utána nagyon gyorsan távozott, mert neki az volt a dolga, hogy elhozza a Fridládát Etiópiából, a Hitler szerzi meg a lándzsát, ő szerzi meg a Fridládát, és valami dolga a japánoknak is lehetett benne, nem véletlenül volt a tengelyhatalmakban benne, hogy azok meg bizonyára a grákelyhet kellett, hogy valahonnan elhozzák, de egyiknek se volt, de egyedül a Hitlernek sikere volt, a lándzsát elhozta. Az most is Bécsben van. Nem, németeknél van most. Igen. Nem tudom, visszaadták-e a még a... Abból készített étel másolatot, Mújrávot kaptam, hogy, még talán Himmler is megtetszettnek. Mármint a Himmlernek megtetszett, hogy a Hitlernek megvan ez a lándzsa, és készítettek belőle másolatot. Tehát lehet, hogy nem is az eredet van már kiállítva. Eredetit nem teszik ki. Hát ugye azzal szúrták le a kereszten Jézust. Ugye azzal a lándzsával, a Longinus. Hmm. Azt a kegyelmet kapta a Longinus, hogy az idő végezeteig kell neki élni. Hát az kell váltotni majdnem. Tehát hát ilyen hegylakó. Ilyen hegylakó, és az idők végezeteig kell neki élni. Már százszor megölték, meghalt, megmérgezték, leszúrták minden, ő mindig tovább élt, és akármit csináltak, mindig tovább élt. Ugye nem nagyon maradhat sokáig egy helyen, mert rájönnek, hogy nem öregszel. És itt tovább. Tehát bajok vannak, nem maradhat sokáig egy helyen. Tehát nem hiszik el, hogy te vagy, hogy te ki vagy, meg mi vagy, te veszélyes vagy, mert nem öregszel. Tehát megnősülsz, látod meghalni a feleségedet, a gyerekeidet, az unokáidat, nekit látsz meghalni, te még mindig tovább élsz. Szóval nem egyszerű. Azt gondolod, hogy hát ez egyszerű, hát jó az sokáig ilyen. Hát jó, csak én éltem már 3000 évig, szóval nem egyszerű. Fedősztori kell csak. Jó fedősztori kell, igen. Jó fedősztori kell, mert ha hát ugye lemegy az Amentibe, akkor ott azért fölújítják. És akkor tovább élhetsz még 100 évet, még 100 évet fölújítják. Az hol van? Hm? Mi az? Az mi? Amentib termei, azok a föld alatt vannak lent mélyen, de nem a pokol. Ilyen szempontból. Nincs ez az őrült hőség, meg ez nincs. Tehát annyi évet kell tölteni, amennyi évet meg ott a fiatal. Ötször annyit élsz utána, mint amennyit az Amentibe voltál. Tehát egy évet eltöltesz az Amentibe, akkor 5 évvel tovább élsz. Akkor sokáig kell. 10 évet, akkor 50 évvel tovább élsz. Parasíkon is el lehet menni? Parasíkon nem tudsz bemenni csak úgy. Le lehet menni, de nem tudsz bemenni csak úgy. Uh-huh. Szóval azért fogsz találkozni a kapuőrökkel, és ha nem vagy elég kiképzett, és nem vagy elég tudás birtokában, vagy nem tudod a jelszót mondjuk, akkor, hát akkor probléma lesz. A Bucsa-sejtség is, ugye mi ilyen? Nem, az egy barlang, egy lejárat van ott. Földön kívüliek voltak ott a Bucsesben, ilyen jó nagyméretű, ilyen 8 méteres ilyen földön kívüliek. Tehát ilyenek több helyen is voltak a Földön, de, és meg is találták, tehát a csontjaikat megtalálták, mint tudom én. Ekkora lábszárcsonta nekem ne azt mondja, hogy ez csak 2 méteres volt, amikor csak ez a lábszárcsontja ekkora. Ne hülyeskedjünk már! El is tüntették. Az 2 méteres, az egy combcsontja, az akkora nagy, hogy 2 méteres. Akkor képzeld el, hogy mekkora volt ő. Koponyája is, ilyen ekkora. Komoly, ilyen ekkora feje van. Vannak fényképek róla, tehát nem az, hogy
csalás, meg szélámasság, meg Photoshop. Nem, vannak róla eredetiek is. Tehát, hogy ilyen nagy méret embernek a nagy hízómarha az ilyen grillcsirke méret. Tehát, hát, még az se, hát a fél fogára volt elég. Sokat kell adnak kajálnia. Igen, és ezért igazából a következő lakosság kisebb lesz. Mert sokkal kevesebb táplálék. Viszont az állatok, ha nagyok, az már veszélyes rád nézve. De gondolj bele, hogy kaja szempontjából jó az, hogy kicsi vagy, de már egy macska, ha ekkora vagy, már egy macska is veszélyes rád nézve, ugye? Mert elkapja a nyakadat, azt megeszi vacsorára. Tehát egy ekkora macskával már mit kérdezsz, amikor csak ekkora vagy? Vannak Magyarországon ilyenek most is. Ilyen kis manók, ilyen ekkorácska manók, vannak ekkorácskák. 4D-be vagy 3D-be? 3D-be. Itt futkároznak. Itt futkároznak, ilyen kicsikék. Hangjukat lehet hallani, mert elég magas hangjuk lehet. Picsi magas hangjuk van, igen, igen. De okosak, ruhába járnak, okosak, mit tudom én. Mennyire kicsik? A lakosság ezek, a helybeli lakosság kiegyezett, és adnak nekik enni, és akkor nem csinálnak bajt. Ők a cseremonók? A cserebogarak? Nem, ők a cseremonók. Cseremonók. Vagy a mukucsok. Mukucs? Mukucs, igen. Azok a mukucsok. És itt Magyarországon is ilyen. Erdőlakók? Erdőlakók, igen. De ilyen sűrűbb erdőkben laknak, ahol nem igen jár ember olyan helyeken. Ne, mindenhol voltak ilyenek, mindenfelé, és minden népnek megvannak a meséibe, mondályba ezek a... Az óriások is, meg a törpék is, tehát mind a kettő igaz. Gulliver. A Gulliver mesébe igazat ír le a Gulliver. Tényleg olyan kicsikék, mint a ilyen kis manócskák. Vannak egész kicsikék is. A legkisebbek ilyen, mennyien? Hát ilyen másfél centisek lehetnek. Ilyen picikék. Itt a Földön. Hát ugye itt a Földön is vannak, igen, de azok csak ilyen nagy őserdőkben élnek már. Kiirtották őket mind. De vannak ilyen kis ekkorácskák, ilyen kis szárnyuk van nekik, ilyen nem madárszerű szárnyuk van, inkább a szitakötőhöz hasonló kis szárnyuk. Azok a tündérek. Tündérek, igen, igen. Varázserejük is van, tehát tudnak trükközni? Persze, hogy van, hát hiszen ezek kulturáltak meg okosak. És nagyon régről vannak már itt. Tehát nekik azért technikájuk is van, és azért a varázserő az hát az. Valójában igen, az technika. Technikai tudás. Varázserő. Mert van neki egy ilyen bénító, mit tudom én, cerkája, az így rád izél vele. Vagy a macskára. Vagy a macskára. De hát a mesékben is vannak, le is vannak rajzolva a mesekönyvekben, meg minden. Hát ennek a fele igaz, de ha a fele igaz, már nagyon sok. Az is nagyon sok, mint az UFO-knál, ugye. Ha csak egy igaz, akkor mindjárt el kell kezdeni gondolkodni. Ha csak egyetlen egy találkozás volt Földön kívülekkel. Tehát azok a makacskodó izék, hogy hazugság, meg Photoshop, meg minden csak hazugság, meg Photoshop. Most küldtek nekem tatárolképet, most itt fotozták az UFO-t, Tata mellett ott lebegett az erdő fölött, és azt mondta, hogy ott szokott remegni. Hát többször is látta ott ugyanaz a hely fölött lebegni. Valami van ott a föld alatt nekik, ami miatt az ott lebeg. Megvan a kép, elküldtem, megvan. Meg lehet nézni? Hát majd meg lehet nézni, most én nem tudom hová tettem, de legközelebbre előkeresem nektek, és akkor megnézzük. Tehát annyira érdekesek vannak a világban, csak utána kell nézni. És nem hitetlenkedni kell, nem kell minden hülyeséget elhinni. De ha csak egy is igazolódott ebből biztosra, akkor, bocsánat, akkor meg gondolkodni kell. Tehát nem igaz, hogy az Isten mindig csak egyforma, olyan típus, ekkora embert tud teremteni, csak ilyet, és ilyen fehér embert, vagy olyan feketét, vagy... Tehát ameddig nem látsz egy másikat. Ugye, mert ez csak addig történik, ameddig nem látsz egy másikat. Ha találkozol egy kis szürkével, akkor összecsinálod magad, pedig egy ilyen kis, akkora, mint egy ilyen kis egy gyerek. Ilyen kis 10 éves gyerek vagy, még akkor az nincs. Tessék, hogy csak. Az mennyire igaz? Van egy ismerősöm, aki mondjuk úgy, hogy a kiszürkék pilótának képeznek, és így rendszeresen el szokták kurcibálni. Most nemrég volt egy ilyen, mondjuk úgy, hogy ilyen regressziós hipnózison, és rákérdezett, hogy miért csinálják ezt.
és azt mondták, hogy azért képzik ki az embereket pilótának, mert az előző emberiség csinálta azokat a technikai eszközöket, amiket használnak ők most, és ők tudják a saját tudatukkal legjobban vezérelni azokat az űrhajókat, mert a kiszürkéknek ilyen kaptártudata van állítólag, hogy, hogy nem, tehát nincsen nekik olyan személyiségük, mint a mi embereknek. És ez sem igaz, egy az egyben. Tehát vannak olyan szürkék, akik ilyenek, inkább így, így mondjuk. Kicsit ilyen kaptártudatúak. Én beszélgettem ilyennel, meg van hangfelvételben. Nagyon érdekes. Meg van hangfelvétel. Furcsán mennek is. Furcsán mennek. Saját lélek van benne? Csoportlélek. Akkor állati szín. Nem állati a csoportlélek. Más olyan összefűzve. Másik rendszer. Ez nem rosszabb. Nincs. A hangyák, vagy a méhek, vagy a darazsak, azok csoportlelkek. De a fák is csoportlelkek. Sőt, a kövek. Tehát néha egy egész erdő egy lélekre van fölfűzve. És tudják, hogy a tudják, hogy kivágják a fát, meg mit tudják. Abszolút tudják, félnek. Amikor vágják valamelyik fát, akkor félnek, hogy ők következnek. Ha meglátják az erdészt, félnek. Ha rájuk teszi valaki a jelet, félnek. Tehát ennyire. És nem tudnak védekezni. Hát tudnak néha. Igen, azért tudnak néha. Meg hát a gombák is végül is, a föld alatt olyan kapcsolatokat teremtenek. Na itt a csapat, tessék. Szervusztok, csapat. Na, jó van. Kosmáztatok? Hát nem szoktunk. Nem? Na jó. Jó van, figyelek rá. Na szóval eljutottunk odáig, hogy felvillan egy százszerű univerzum, ezt bizonyította a tudomány. Az Einstein-Podolsky-Rosen EPR, beírott, hogy EPR a keresődbe, akkor egy csomó ilyen egyetemnek a kísérleteit fogja kirakni többek között, mert más is rak ki, de azt kell kiemelni. És ha írja, hogy Einstein-Podolsky-Rosen, akkor erről van szó. Ez az, ami nincs, de mégis van. Tehát ez egy olyan fizikai jelenség, amire a fizikusok nem tudnak válaszolni, hogy nem fénysebességgel terjed az információ ebben az esetben, hanem végtelen sebességgel. Tehát egy térciklus alatt ott van az univerzum határán, hát nincs határ olyan most. Mondjad! Egy kérdésem lenne, azon gondolkodtam, hogy miért akkor az univerzum a mekkora? És egy tippem lenne erre, ez mégpedig az az, hogy a központi térforrás, tehát nem Kronosz, hanem a Uranosztól indul a kifelé, hogy egyre messzebbre van fraktálisan az anyag, egyre nagyobb fázis csúszásban van az anyag is vele. Igen, így van. És van egy olyan határ, amikor már az anyag olyan nagy fázis csúszásban, hogy nem tud már létrejönni. Magyarán mondva kicsit olyan jellegű lesz, mint a maga a neutron is, hogy van egy felszín, ami tovább nem tud menni, mert a elágazási útvonalak már ilyen időellentmondást képeznek. A gerjesztett állapotban ezért is pukkan el. Igen. És lényeg az, hogy az univerzum azért akkora, amekkora, és azért fordul is vissza az információ, hasonlóan ezért analóg példa az atom, vagy pontosabban a neutron, hogy nem képes már az anyag fönnmaradni, tehát ott van lényegében a fekete, vagy sötét anyagnak az a nagy része, ami ott fel van kenődve a fekete lyuknak a külső pereme, tehát tovább nem tud nőni, mert egyszerűen felbomlik az anyag. A téridő kezd először megfordulni, és az határolja be az anyag határát is. Tehát az univerzum határán a téridő visszafordul a közepe felé, egy kicsit olyan, mint a mondu. Az megvan a latinban, most képzeljétek el, hogy ez már latinban megvan. Az univerzus azt jelenti, hogy önmagában visszaforduló. Honnan a francból tudták? Tehát, hogy ekkora kozmikus tudás honnan a francból van? Mondta neki valaki. Valaki mondta nekik, igen. Hogy elolvassák a könyvtár felgyújtás előtt. Hogy elolvassák a könyvtárt a felgyújtás előtt, így van. Ilyen van. És tényleg ez van. Mert az Alexandria könyvtárat fölgyújtották, ahol 18 000 éves papíruszokat is őriztek.
Mi az igazság abból, hogy állítólag a Vatikánban ebből van egy csomó eldugva? Nem lehetetlen. A Vatikánban sok érdekes dolog van eldugva. Befalazva. Hát befalazva általában. Igen, igen. Nehogy véletlenül valaki megtalálja. Hát ilyen van. Mert féltik az emberiséget a tudástól. Mert a tudást a legjobb, ha én birtoklom, és te neked nincs. A tudás hatalom. Mert a tudás hatalom. Hát ezért féltik a tudástól, mert a végén okos lesz, és akkor már nekünk nincs hatalmunk. Ez nem jó. Kiderülnek 2000 évet hozod aztán. Kettőt. Hát ez mindig így volt. Nem csak 2000 éve hozod. Nem csak, ez mindig így volt. De nem véletlen mondta meg másodszor is. Hogy ez mindig így volt, harmadszor is. Mert hogy ez ugyanolyan, mint az, hogy a hát gengszerek birtokolták a világot, a királyok is, meg a császárok is. Akkor kifogyott a kassza, mentek, kirabolták a szomszédot. Nem így működött? Hát dehogy nem. Elfogyott a kaja, mentek. Elfogyott a törzset lemészáron. Igen. Igen. De mindig így volt. És ez benne van a pakliba, de hát ez így van mindenhol, nem csak nálunk, a világon, a világegyetemben mindenhol. Így van. És ez nem gonoszság, így működik a világ. Hát mit teszik a világ saját magát? Ez az én testem és vére. De hát miért? Saját múltja az eszenciája az, ami a... Saját múltja is eszenciális, az egész belőle áll. A bor is, meg a kenyér is. Minden belőle áll, minden. Hát ha komolyan vesszük a Jánost, ugye, akkor azt mondta, hogy minden, ami lett az igéből lett. Akkor minden, akkor ne szépelegi, akkor minden. Az egész világegyetem belőle van, a csillagok, a bolygók, az emberek, meg a kutyaszar. Minden belőle van. Minden. Mert a kutyaszar is élet. Mert élő atomok vannak benne, csak te neked ez ilyen hiszti. De végül is, ha a királylány hátra sem néz, meg mindig kinyalták a seggét. Tehát, hogy éppen erről van szó, hogy ő nem kakiká büdöset, meg izét, meg izét, tudod? Hát jó, hát de igen. De igen. És itt is arról szól az egész történet, hogy ha valakit annyira elkényeztetnek, akkor képzeld el, ha meghal az anyja, nincs, aki kitörője a seggét. Tehát akkor aztán hogy néznek ki? Kis vizes vattával, hogy a kis seggel lukának jó legyen. Tudod? Ez... Igen, hát igen. Ez így van. Tehát nagyon, de a valóság ez a valóság. És tényleg ez a valóság. Közel van, ez már nagyon a valósághoz. Hát, sajnos vagy nem sajnos. Jobb a kinyelják a seggem, mint hogyha kidörzsöl a magpapírra, úgyhogy csak hatalom kérdése. Hát de miért? Macska a csirkebelet hogy megeszi? Ugye milyen érdekes? A büdös csirkeszaros csirkebelet úgy megeszi, mint a húzat. A ragadozók mind azzal kezdik, hogy kieszik a zsigereket a belét az állatokból. De miért? Azt a büdös szaros belét megeszi? Igen, csak az tele van vitaminnal, ami hiányzik neki. Tehát lehet, hogy ami neked büdös, neki jó szagú. Ez ilyen. Egyébként érdekes, hogy ez felmerült gyerekkoromban is, hogy eszkimók, mivel nyilván nem esznek túl sok zöldséget, hogy hogyan pótolják a vitamint. És akkor láttam egyszer egy ilyen természetfilmből, hogy amikor leülik a fókát, akkor oda megy az apuka kisgyerekhez, és akkor itt van lesz a fiam, frissen fölvágja a fókát, kiveszi a máját, és odaadja nyersen a gyereknek, hogy egyed fiam, egyed a máját. Tehát a nyers belsőségekkel kezdik. Aha, mert az legel algákat a tenger alatt. Hát meg van benne vitamin, amit amúgy nem tud bevenni, mert nincs elég. Úgy van. És az apuka nem gonosz ember, hogy a nyers májat odaadja a gyerek kezébe. A gyerek meg véresen majszolja, mert jaj. Igen, igen. Na de a máj az a béregtelenítő szervünk, úgyhogy akkor abba... Hát ha túl sokat teszel, akkor nem tesz jót. Tehát ha túlzottan bezaválsz májjal, akkor az nem tesz jót. Van egy mennyiség, ami jó, de aztán már nem olyan jó. Hát libamájjal is el tudod rontani a gyomrodat, pedig nagyon jó. De volt egy idő, árultak ilyen méreten alul libamájat olcsón a piacon, és akkor nagyon sok libamájat megettünk, mert tényleg olcsó volt. Utolsó
És akkor most nem lehet kapni. Most már nem lehet kapni, de ilyen nem csináltak bele májkrémet, meg mit tudom, hanem úgy árulták, ilyen kis kicsi kacsamájak, libamájak, ilyen kicsi májak, nem az a nagy méretű szép libamáj, hanem ilyen kis, kis vacak libamájak, azt eladták olcsó pénzért, és akkor olcsó adták. A pacal is olcsó volt, ilyen proletár étel volt. Étel volt, aztán utána úgy fölvitték az árát, hogy már a rántottusnál is drágában a pacal. Fölcsapták az árát, mert ha valamit esznek, visznek, akkor az annak fölnyomják az árat. A kis unokaöcsi egyem a kis szívét, a feleségem testvérének az unokája. És aranyos, mert evett a nagyanyjánál ilyen csirkelábot. Mert ugye a fejlődő gyereknek a csontrendszerének szüksége van arra ragacsos anyagra, ami a csirke lábában van, és nagyon ízlett a gyereknek az íze, persze, mert hiányzott a szervezetének, de hát nem adnak neki olyat, mert nem adnak. Hát Norvégiában nem, vannak kint, és Norvégiában nem is lehet kapni csirkelábot egyáltalán, át kellett menni Svédországba, mert ott lehetett kapni. Tehát átmentek csirkelábot venni, mert a gyerek követelte, hogy ő neki főzzenek csirkelábot. Mert a nagyanyja főzött neki csirkelábot, és az rettentően jó volt, és az nagyon ízlett neki. Hát a szülei fogták, átautoztak Svédországba, és vettek a gyereknek csirkelábot. Tehát a benzint iszonyan 20-szor annyiba került, mint a csirkeláb, de az nem számít, mert a gyerek kívánta. És tényleg ennyire el vannak vakul, Amerikában sem lehet csirkelábat kapni, meg ilyen izéket, hogy combot lehet kapni, meg izét. Mellehúsa. Mit? Mellehúsa. Ez kettő, semmi más, az nem is számít semminek, a szemét. Az időseknek is kéne ezt tenni, mert akkor nem volna annyi csontvékkel. Esznek is farhát a szegény magyar nyugdíjasok, eszik a farhátat, amit egyébként a kutyának adnak nyugaton. Úgyhogy csak a kutyának való az, és csak a combot eszik meg. Hát ilyen. Én nagyon szerettem a lóhús gyerekkoromban. Mert hogy a szomszédunkban volt egy utca saroknyira, tőlünk volt egy lóhentes. És ott olcsó pénzért lehetett jókat, kajákat venni. Vettem egy darab kenyeret, meg vettem egy darab ilyen lóhurkát, bezabáltam. Fú, olcsó volt, 8,30 volt egy kiló. Tehát nagyon olcsó volt. Jó bezabáltam belőle, aztán azt tettem, nagyon jó volt. Nagyon szerettem, jó. És egészséges. Egészséges is volt, persze. Persze, nem volt annak semmi baj. A ló tisztább állat, mint a disznó, sokkal. Hát a disznó az mindenbe beletúr, meg bele vájkál, de belefekszik, de a ló az nem. A ló az nem iszik, a csirke beleszart a vájúba, nem, ki kell mosni erősen, még téglával is ki kell sikálni, hogy a ló ijjon belőle, és háromszor kiövlíteni, mert különben nem is iszik belőle a ló. Vérszegényeknek is kellett, hát emlékszem, amikor gyerekem beteg volt skarlát után, akkor lehelre mentem lóhúst venni. Igen, mert sokkal, tehát vér csinál, nagyon, nagyon jó. Én szerettem gyerekkoromban. Olcsó is volt, szegények is voltunk, úgyhogy nagyon jó volt. Na, van-e valami kérdésetek? Ilyen bedugult, beszorult kérdésetek? Valami szünetbe, eszetekbe jutott-e valamilyen jó, izgalmas kérdésem, mert nem nekem tudtam. Nekem eszembe jutott. Jó, hurrá, nagyon jó. Változatosan kérdés, valamit kérdezni. Hogy most egy kicsit ilyen bakugrással az anyag. Nem baj, jöhet. Irányba mennék a neutron felé. Hogy arról szokott a Gyuri bácsi beszélni, hogy két igaz közé egy hamis beront, akkor megszületik a neutron. Ez lefordítva, ez két vízelem és egy tahion. Úgy van. Vízelemettelen. Most felmerül bennem a kérdés, hogy hát műszakemberként nyilván próbálja az ember megoldani a problémákat, hogy hogyan lehet mesterségesen neutront csinálni, tehát teremteni lényegében anyagot. És akkor ezen spekulálva arra jutottam, hogy lényegében a fényben lévő tahionokat egy kis trükkel vízelemmé, rövid időre, fontos csak rövid időre vízelemmé át lehet alakítani. A tűzelemet megadja magát, az benne van. Igen. Mivel ennek megvan egy megfelelő tánclépése, meg geometriája, én azt gondolom, hogy nem tartom lehetetlennek, hogy a nem szó szerint, de hogy a fényből is lehetne anyagot csinálni. Igen. Csak nem úgy, hogy a fényből anyag lesz, meg nem összesörítjük a fényt, amit beszélnek ilyen elég zöld dolgokat. Tehát lényegében a fényből tudnánk anyagot csinálni. Amit a Petrozsémi József, vagy nem tudom melyik csinált, az ujjai között ilyen energiakövet
egy ilyen kő keletkezett. Csak bögyörgette az ujjait, és egy ilyen kisebb kő lett. Például. Az hát tudattal. Igen. Tehát ez egy jó mágia technika, jó magas mágia technika, gondolom én, hogy igen. Csinálni. Nem csak úgy csinálja az ember, hanem azért gyakorolni kell sokat. Igen, hát aztán el lehet jutni egy szintre, amikor ezt már meg tudod csinálni. És nem, ez nem lesz nehéz, mint a biciklizés. A 10-15 pofaresés után már egész jól megy a biciklizés. Hát, ez is ugyanolyan. Hát és akkor a következő kérdés, amihez kapcsolódik, tehát lényegében, hogyha van egy mesterséges térforrásunk, amit már nem csak úgy van és kész, hanem szabályozottan tudjuk mondjuk úgy, hogy irányítani, akkor lényegében rá lehet olyan kényszerterekkel mondjuk bírni azt a térforrást, hogy elkezdjen specifikusan gyártani neutronokat. Ebből fakadóan anyag lesz belőle, és mivel a térforrásunknak a felfűzése az nagyjából adott, tehát azt is meg tudjuk határozni, hogy mi az a plafon, ameddig felfűzésére el tudunk jutni a neutrongyártásig. Fölé nem, lefelé nyilván igen. Azt, hogy kell lefelé fűzni, azt még nem tudom, de lefelé könnyebb gondolom, mint fölfelé fűzni, az egyértelmű. Nem, mert van mihez ott a fölfele fűzésnél az a lényeg, hogy van-e olyanod, ami följebb van. Igen. Tehát nyilván van egy határ, ameddig el lehet menni. Utána rácsapnak az ember kezére, hogy tovább nem, gondolom, tehát hogy van egy határ. Tehát mondjuk, hogy próbálnék csenni fotont a uranoszból, csak így most idézőre vettem, akkor onnan kihajítanak, hogy tessék arrébb menni, mert nem engedik meg. Nem, el lehet csenni. Hát az, nem is tudják, nem. Mert jön a fény onnan. Nem. Csak hogyan szelektálom, hogy honnan jön az uranoszból fény? Hát igen, ez a meg az, hogy az uranoszból is jön olyan fény, ami nem rá van felfűzve. Mert őt is érik fénykvantumok, elnyeli őket, aztán kibocsátja. Igen, tehát csak az nem rá van felfűzve. Csak a forrását kell tudni, hogy honnan van. Tehát a fázisát meg kell tudnom mérni, hogy úgy van, úgy van. Az, na, az egy jó műszer lesz megépíteni. Létfázis. Ez a létfázis. De jutottál odáig, ez nagyon fontos. Hogy kell mesterségesen átfűzni, azt mondjuk még nem tudom, de nem könnyű feladat. De úgyhogy elszakítani a szálat, fázisomos átfűzni még nem annyira bonyolult. Földön kívüliek is megcsinálják, meg az isteni rendszer is megcsinálja, hogy valakit elvisznek akár egy hétre is, és amikor elviszik, akkor beletesznek egy bétát, tehát beletesznek egy... Ne halljon meg a biológiája. Hogy ne halljon meg a biológiája, beletesznek egy ilyen fenntartó lelket, és akkor egy hétig eléggé zakkant lesz, de egy hétig fönntartja a testét, ez a lényeg, aztán visszarakják a testébe a lelkét, akkor megint okos lesz. Sőt, sokkal okosabb lesz hirtelen, mert akkor a tanításokat is hozza magával, attól kezdve update-elték, és akkor attól kezdve sokkal jobb lesz a tanításokat is hozza. De mondjuk egy éjszaka el tudják az embert úgy vinni, hogy kiszedik, elmegy akár hónapokig, és aztán időben visszahozzák a megfelelő időpontba. Tehát, az a másik megoldás. Nem is kellik, tehát az a lélek lehet, hogy csak pár órák ment el a testből, aztán lehet, hogy másról hónapokig el volna valamit csinálni. Úgy van. Vagy igazából előbb hozzák vissza, mint ahogy elvitték. Igen. Tehát van időutazás, ezek ilyen feltételezések, hogy hát olyan nincs is, meg, de van. Van. Van időutazás. És a maga a térugrás is egyfajta időutazás. Azért gondolj arra, hogy ha gyorsabban mozogsz, mint a fénysebesség, sokkal, a térhez képest, mert ez csak a térhez képest gyorsabb, egyébként nem is mozogsz, hát állva lehet vezetni az űrhajót. És állva vezeted, és akkor csak időnként felvillan neked egy kép, ahol megáll, amikor megint teret ugrasz, de körülnézni megállsz, hogy hol oda jutottál, ahol akartál, vagy nem. Térben és időben, és ott is kell nagyon fázist mérni, hogy hol vagy fizikailag. Először is a 16 párhuzamos univerzum, az a térkép. Nem egy egyszerű. Kell róla mindegyikről egy térbeli térkép, részletes. A nagyobb kavicsok is rajta legyenek. Tudod, az azért nem akármennyi tárhelyet foglal el egy ilyen kép. Na de 16 párhuzamos univerzum, nem erről az egyről, hanem mind a 16-ról kell, hogy legyen. Hát most még hosszú ideig nem tudunk eljutni 16-ba, de 11-be el fogunk jutni. Uh-huh. 11-be fogunk eljutni. Mert hogy már megvan ez a technika valamennyire, meg lezuhant űrhajókból megszereztek technikát, meg szóval minden van, és hát azért versenyt futnak érte a nagyhatalmak, hogyha lezuhan egy ilyen UFO valahol, akkor azt megszerezzék,
hogy a fegyvereket, meg az egyéb tértechnológiát kiszedjék belőle. Most már kezdik érteni. Hosszú ideig nem volt. Nagyon titkolják, nagyon szilámoskodnak, de már kezdik érteni. A dolog nem egyszerű. Tehát ha nincs is mihez kötnöd, tehát a mai fizika, amit tanítanak az egyetemen, ahhoz képest nem lehet már semmel kötni. Hát nem úgy működik az egész. Ezért nem tud onnan kilépni, azért nem tud válaszolni alapvető dolgokra, hogy mi az anyag, mi a fény, stb. Álma nincs róla. Hát elmond róla egy dogmát, amit ő kitalált, azt jól van. Hát nem az, de elmondja, bemagoltatja, levizsgáztatja, diákot meg is buktatja, nem azt mondja, kész. És akkor annyi volt. De nem ez a valóság. A valóságot ennek a rettentő okosnak megmutatják, az bele őrül. Nagyon érdekes volt, amikor az első könyvben megjelent, az a teremtés üzenete, az a Kassák kiadóhoz került először. És ez a Kassák kiadó, ez odaadta egy matematikusnak, hogy lektorálja. És egy ide múlva már a felesége hívogatott, hogy már nem aludt 3 napja, van, nem aludt 5 napja, a végén bevitték a pszichiátriára, mert mindennek utána számolt, és mindenki jött. És akkor teljesen kiborult ettől, mert annyira nem fért bele a fejébe. De a végén telenyomták altatóba, az 2 hétig ott aludt a pszichiátrián. Nem csináltak vele semmi, nem bolondult meg, csak ott darvadozott a pszichiátrián, 1 hétig, mit tudom, eddig altatták, mert ki volt teljesen borulva, merülve, mert nem aludt 1 hete. Mert hogy ezt számolta, a szegény felesége nem akart megözvegyülni, egyre inkább be volt ijedve, hogy most mi lesz velük, mert hogy ez már 1 hete nem alszik, és számol, és számol, és számol. És engem hívogatott, hogy csinálják vele valamit. Mi csinálják vele? Hát, nem tudom lebeszélni arról, hogy gondolkodjon, hát miért beszélném le? Aztán nem jelent meg ott a kiadó, aztán még 8 kiadónál nem jelent meg ez a könyv. Tehát beadtam, fölhívott az olvasó szerkesztő, hogy kurva jó, Gyuri, hát az állat, így hívott. Másnap fölhívott az igazgató, hogy milyen tudománytalan dolgot nem jelentettünk meg. Akkor ez így ment végig, 8 kiadónál. Elveszett 3 kézirat, mondták, hogy eltűnt a polcról. Szóval ilyen, de ilyen volt végig. És a végén egy olyan kiadó adta ki, aki nem is igazán kiadó volt, csak ilyen brosúrákat adott addig ki, meg volt a kiadói joga, de ilyen könyvet vagy ilyesmit nem adott ki. És volt neki, akkor még ez kellett, ez a kiadói jog, hogy valaki megjelentetessen egy könyvet, még elvtársak idejéből ez megvolt, és akkor utána úgy tudott megjelenni, hogy a képeket én már a nyomdába raktam bele, az úgy is néz ki. Azért néz olyan furcsán ki, hogy a képek nem fértek bele, de már átszerkeszteni nem tudtam, már kinyomtatott lapokra rátettem, azt újrafotozták, és úgy tették be a képeket, mert egyszerűen nem mertem ott hagyni a képeket, mert megint eltűnik a kézirat, ez már a 4. kézirat volt, és eltűnt, mindig eltűnt. És hát akkor még nem volt egyszerű megcsinálni a színes ábrákat hozzá, meg minden, nem volt egyszerű. Most már ez sem eddig nem tart nekem se, de akkor még nem volt egyszerű dolog. Mert a színes fénymásoló is baromi drága volt. Nem mit tudom, 150 forint volt egy oldal, de az a 150 forint az nem annyi volt, mint most, bocsánat. Az már olyan 2000 forint, 1500-2000 forint volt legalább árba. Úgyhogy egy kép. De akkor éppen nem volt olyan vastag a pénztárcám. Mert éppen a feleségem azt mondta, hogy hagyjam abba a tévészerelést. Jól van, mondom, abba hagyom, de nem lesz pénz. Tehát, mert hogy az egy ilyen, a két végén égett a gyertya rendesen. Tessék, parancsolj! Mondják például, hogy a bors az lélekfűszer, meg egyéb ételekre. Ez mitől lehet? Például, hogy a benne lévő molekula szerkezetének a formája, az lehet. Van télrezonanciában? Lehet, igen. Igen, mert nincs kábítószer hatása neki, de úgy jó. Igen. Hát hogy csak ugye mondják ezt, és akkor valami alapja lehet neki. Éppen szétharaptam az előbb egyet a húslevesbe. Uh-huh. Igen. Tessék, parancsa. Egyszer leszálltam a trolliról, és körülbelül 1 vagy 2 percig nem tudtam, hogy hol vagyok. Észnél voltam, mert még
meg is ijedtem, hogy mi történik velem, hogy egyszerűen nem ismerem föl, hogy hol vagyok. És álltam az utca sarkon, és megvártam, és akkor az elmúlt, és akkor ugye, akkor már fölismertem azt, hogy... hogy így szokott kezdődni. Akkor nem mondanám. Anyosomnak volt egy hasonló érdekessége, hogy ment a testvérével az utcán, mindig Kiskunmajsán, és ő ismerte az egész, hát sokszor volt ott, és sok bejárta az egészet. Mentek a piacra, vagy valami ilyesmi volt. Az utat is ismerte, ahol mentek. És egyszer csak azt vett észre, hogy itt teljesen új házak vannak körülötte, nagy toronyházak, meg nagy, de ott most sincs. Egy mezőségi város Kiskunmajsán. Ez egy mezőváros, igen. Nincsenek toronyházak, most se. És ő azt látta, hogy nagy, modern, soha nem látott modern házak vannak minden, egy ideig. Nem merte a testvérnek sem mondani, nehogy bolondnak nézze. Lehet, hogy az is azt látta, de azt sem mert szólna a testvérének, nehogy bolondnak nézze. Aztán egyszer csak már az ismerős utca lett. Tehát egy darabig, mintha át párhuzamos univerzum megjelent volna neki, és ugyanúgy mentek az utcán, csak, és ugyanott volt az utca, csak éppen tök más volt minden. Tehát a házak, minden, tehát mintha egyáltalán nem is ott jártak volna, mert egy nagy város volt, nem egy ilyen kis vidéki mezőváros. Tehát ez is nagyon érdekes, hogy ez is előbb. Az anyám ugyan gömbvilámot is látott kétszer. Az anyosom kétszer látott gömbvilámot is. Így elsistergett mellett a gömbvilám, szóval nem túl messzire, amelyek fölment a padlásra, ahol baromi nagy fény volt, de ilyen 5 vagy 4 dimenziós nagy fény volt. Tehát mintha hegesztenének, olyan fény volt fönn a padláson. De neki nincs ott semmi hegesztő apparát a padláson, bocsánat. És senki nem hegeszt. Fölment, nagy fény volt, furcsa szag volt, nagy fény volt. Aztán fölment, nézegetett egy darabig, az lement. De fölmert menni egyedül, öreg asszony, hát 93 éves most. Volt már akkor is, vagy 90. És fölmert menni. Fölment a padláson, megnézegette. Hát világít valami nagyon. Hát jó van. Ózonszag lehetett? Ózonszag lehetett, igen. Amikor így a más környezetbe találta magát, nem lehet, hogy a lélek térugrást követett? De, és valami anomália volt, amiben belekeveredett. Dimenzió. De ez mással is előfordul, sőt, van, aki fizikailag is eltűnik innen. Tehát belemegy valamilyen olyan anomáliába, olyan bolondériába, hogy fizikailag eltűnött. Mit tudom, mert volt ilyen, hogy Angliában, hogy futott egy ilyen mészáros legény, ezek ilyen, akkora sport, akkor kezdődött, tudod, hogy futottak meg, akkor kezdődött, tornárok, akkor voltak a tornárok, tehát mindenki sportolni kezdett, és akkor futottak, meg távolugrottak, meg magasugrottak, akkor kezdődött ez igazából, és ezek, azt fogadott a kocsmába haverjával, hogy át tud futni a szomszéd városig. El tud odáig futni. És akkor mentek mögötte egy ilyen T-modellel, mentek mögötte autóval, és ő futott. És egyszer csak egy nagyot ordított, és eltűnt. A rendőrök még azt hitték, hogy megölték, elásták, mindent próbálkoztak, nem volt semmi bizonyíték, nem is lett semmi, de eltűnt. És egy darabig még hallották a kiabálását, aztán utána már nem. Ugyanez volt Amerikában, hogy egy ilyen milliómos kiment, egy ilyen nagy villája volt, ilyen nagy terasszal, és kiment a teraszra, ilyen fogadás volt nála sok vendég, kiment a teraszra, és akkor elkezdett ilyen csíkos lenni, tehát így van nincs, ilyen ferde csíkos kezdett lenni, így remegni kezdett, és aztán eltűnt. Nekem így tűnt el egy doboz cigarettám gyufával. Így az asztalra, a szemem láttára. Tehát nem akarták, hogy rágyújtsak már a cigarettára, akkor még bagoztam, most már 20 éve nem, de akkor bagoztam. És akkor nyújtam volna a cigaretta után, és még a kezem innen odaért, így elkezdett így csikosodni, és így eltűnt. Ugyanezt csináltam. Uri Geller is így járt. Uri Geller az beesett a pszichológusoknak a kertjébe, az ablakon keresztül elment futni valami New Yorkba, vagy valahol elment futni, azt vagy 60 kilométerre volt neki a pszichiátere, valami akár haverja, mit tudom, milyen, most egyszer csak nagy csörömpöléssel beesett az ablakán. Tehát futott a parkba, sportolgatott egy kicsit, joggingolt, és akkor ott futott. És egyszer csak eltűnt előle ez a park, és nagy csörömpölve beesett a
60 kilométerre lévő ablakon. Betörte az ablakot, rásett az üvegasztalra, azt is összetörte, a drága üvegasztal, és nem tudta, hogy hogy került oda. Beleszaladt egy térkapuba. Ugyan. Tehát ilyen van, ilyen érdekességek vannak, de megmutatták neki, hogy na igen, hát haver, távol meg közel, mi az, semmi. Tehát egy ilyen térkapuba beszaladt, ilyenek vannak itt Magyarországon is van egy pár, egy ilyenre már találtunk példát, és el is mentünk, meg is találtuk. Ilyen boszorkánykörötnek hívják őket, meg tündérköröknek, meg mindenfélenek hívják. Ilyen fűből, a réten van, ahol fű van, de itt van egy sokkal sötétebb zöld fűből egy ilyen kör, és a körön belül ez egy ilyen széles sáv, körbe, és abban ilyen csirkegomba nagyon sok van. Meg szegfűgomba is. Meg szegfűgomba. Olvastam, hogy a szegfűgomba kifejezetten ilyen boszorkány körökbe szeret. Igen. Réteken. Az ilyen kicsike gomba, illatos. És nagyon finom. Igen. És nagyon finom, és a csirkegomba is, az is egy ilyen kicsike, és a csirkék nagyon szeretik, azért hívják csirkegombának. És akkor ott körbe, elmentünk Simonfára. Ott egy olyan ilyen boszorkánykör volt, ami olyan volt, mint egy ilyen olimpiai karika, vagy ilyen karikáknak a rendszere, de csak a külső kerülete volt meg mindig, ahol belemetszettek egymásba, ott a közepében nem volt meg. Hanem csak egy ilyen mindig körökből álló, ívekből álló, körívekből álló, ilyen furcsa rendszer volt. És azt ott minden falubeli látott UFO-t. Tehát az öreg nénit megkérdezted, az is látott. Sőt, az találkozott velük, jöttek vele szembe az útnál. Tehát mandukolt egy ilyen dűlőúton, és egyszer csak jöttek vele szembe a földön kívüliek, vagy négy földön kívüli, jött egy ilyen szőke, meg utána vagy három ilyen kis szürke, mandukoltak az út mellett. Sétálgattak ott. Zalaszántóba például a stupa körül, a fűcsomók azok mind ilyen, mint amikor a forgókban, aha, úgy voltak körbe a fűcsomók. Mert olyan rezonanciát hoz létre, és akkor a fű is úgy nő. Ez az érdekes. Ezeket a stupákat, amint ez itt a fejetek fölött, ez is egy stupa. Ott az egy stupa, és működő stupa. És az is egy abszolút jól működő stupa. Jól működik. Én írni szoktam mellette, nagyon jó. Van térerő, mint egy antenna lenne. És az az érdekes, hogy oda-vissza antenna. Amikor megcsináltam, akkor csináltam egy tesztet. Ott van fönt a teszt, még mindig megvan, meg tudom mutatni, tehát megvan. 1985 vagy mennyi van ráírva. Az van ráírva, hogy itt az idő. Ráírtam, mert az órára ráírtam, hogy itt az idő. És akkor erre az volt a Fidesznek akkora, nem 85 volt, hanem 95. De a lényeg, vagy így valahogy ott rá van írva, nem tudom, az orrára meg kell nézni, hogy hány van ráírva, lehet, hogy 89 vagy 99, nem tudom. Tehát a lényeg, hogy rá van írva, hogy itt az idő, és most, és rovásírásra is rá van írva, de mi a lényege, hogy azt én megcsináltam, és rá két hétre láttam a televízióban, hogy egy ugyanolyan karóra kinézésű, ez ilyen proletár fali óra, tudod, ilyen karóra kinézésű óra, egy rendes óra, csak egy ilyen karóra kinézése van neki, föl lehet akasztani a falra, és akkor de én így összeállítom, és leteszem az asztalra, úgy van nekem lerakva, arra is lehet használni, és a lényeg az, hogy a Fidesznek az volt a szlogenje, a választási szlogenje, hogy itt az idő. És ugyanúgy egy ugyanolyan óra, ugyanúgy rá volt írva, hogy itt az idő. Tehát ez nagyon érdekes. Kiment adásba, és a grafikus meg, aki azért tervezte, az ezt tervezte meg. Tehát ez a borzasztó érdekes. Bár jártak ide fideszes vezetők is, az akkori vezetők, nem a mostaniak, hanem az akkori van. Akkor még nem volt hatalma a kezükben, még akkor már jártak ide. Az egyik nálam dolgozott a laboratóriumban, akkor laborvezető voltam, és akkor dolgozott nálam. És akkor elmentem még a Fidesz kongresszusra is, a BEM rakparton volt egy ilyen, a művelődési ház, ott van még mindig, és a művelődési házban volt nekik a kongresszusuk. Tehát az egy ilyen, hát ilyen bolhásmozi színvonalú valami volt, egy ilyen kis keskeny, hosszú
színházterem, és ott volt. És akkor azért hívtak el, hogy nézzem meg, hogy kik a beépített bombaemberek, akik, és megmondtam neki így név szerint, ez is föl fog robbanni, ez is, meg ez is. És már ott a kongresszuson lehetett látni, hogy igen. Tehát ott lehetett látni a beszólásaiból, meg azért, azért ment oda, hogy bombasszon. Már amíg a régi MSZNP emberek voltak, azokat oda beépítették, és akkor téglának, persze. De ez mindenhol így van, minden pártban. Hát a legtöbb, ugye hova volt beépítve, az akkori ellenzéki pártokba, oda sok volt beépítve. Pontosan azért, hogy ha kell, egy pillanat alatt belülről lebontják. Hát amikor a Tordján elment valahová, Csillébe vagy hová, 8000 forintos cseresznyét venni, vagy mi volt, és akkor rögtön itt a lázadászítottak, nyilatkoztak ott a ezé előtt, a mezőgazdasági minisztérium előtt, meg mit tudom, micsoda, akkor mindjárt ment a nagy arcoskodás, abban a pillanatban nincs itt, a macska cincognak az egerek. Tehát rögtön ilyen volt. Tehát be vannak építve ezek a bomba emberek, ha valakit le akarnak bontani, egy kicsit menjen nyaralni, vagy valami, már bontják is alattad a falat, kész, nem vacakolnak. Na, van-e valami kérdésetek? A kerub evolúcióhoz kicsit visszatérve. Mondta Gyuri bácsi, hogy föl van itt szépen rakva, és hogy most nézem egyébként, a középpontból három elágazás van. Az a primer három elágazás. Tehát, hogy az első három kerub van, de a kérdés, hogy ki a fogja? Négy. De itt három van. Az három van. Tűnik melyik arrendszer? Tehát, hogy honnan indul inkább. Igen. Tehát gondolom, hogy Jézus a primer, nem? Abból indul el. És akkor már másik rendszerről van szó. Tehát akkor a harmadik atya idézőbe vetten Jézus, mondjuk így. Tehát a harmadik időforrás az öttél idő. A hatodik dimenzió harmadik lelke. Még egyszer, hogy hatodik? A hatodik dimenzió harmadik lelke. Hát jó. És ő a mi atyánk. Ő a mi atyánk, így van. Azért mondjuk, hogy mi atyánk, nem az, hogy atyánk, hanem mi atyánk, mert hogy öt darab van, és abból egy ő, és ez a miénk. Mert a többi is ugyanő, csak egy fázisban elcsúszva, ugye, mert úgy keletkezik a Szentlélek, hogy állandóan fázisban körbe-körbe másolódik. De akkor most én gonosz kérdést fölteszek, hogy a hatodik dimenzió, hatodik lelke, az kicsoda, mert az a nem tér, nem idő. Ha-ha. Ott is van élet, az még van a hatodik meg a hetedik rendszer. Tehát ez egy nagyon felső rendszer. Tehát ő előbb volt a Szentléleknél. Tehát azok már originálisok. Úgy van. De mindenki originálistól származott el. Az világos, de te is. Csak több lépcső után, ez egyáltalán nem mindegy, hogy mikor származott el a lelked. Ez nem valamilyen feudális hierarchia, hanem olyan, mint a nagyapád, az apád, a te, a gyereked, az unokád, a dédunokád, stb. Ez egy olyan rendszer. Születési rendszer. Tehát ez, igen, de ez születési rendszer, és ez nem attól, hogy ilyen hatalma van, olyan hatalma van, felejtsétek már ezt el. Hát te uralkodni akarsz a dédunokádon? A kis porba pukkantos kis óvodáson te uralkodni akarsz, ne beszél hülyeséget, nem akarsz azok uralkodni. Hanem minden, vigyázol rá, minden erőddel vigyázol rá, nehogy alászaladjon az autónak, vagy nehogy leessen a hintáról. Tehát ott ugrabugrász körülötte, szó nincsen arról, hogy te ártani akarnál. Természetesen rászolsz, amikor olyat csinál, ami nem jó. Le akarjam rúgni a másik gyereket a csúszdáról, vagy mit tudom, akkor rászolsz. Ez nem azt jelenti, hogy azért szólsz rá, mert nem szereted, meg ez egy marhaság, dehogy is nem szereted. Akkor is szereted, amikor nem engeded hülyeséget csinálni. Akkor ne valójában. Tessék, parancsolj. Akkor a mi atyánk készített magának Jósőben Miriam, tehát Jézus testet, amikor leszületett 2000 éve? Az egy fényszűz, ugye? Igen. Aki őt meg világra hozta, és csak fényszűz tudja kihordani az isteni lelket. De szétégeti, egy rendes, átlagos nőt szétéget, nem bírja megszülni. Nem marad meg benne, mert szétégeti. De a nőt égeti szét. A mi atyák született bele a Jézus testébe?
Igen. Jézus egy avatárja volt. Egy avatárja volt, úgy ahogy mondott, egy avatárja volt. Akit azért születik meg, hogy lehozzon egy tanításrendszert. Ő rengeteget tanított, csak a tanításait eldugdosták. Te láttad a Jézus összest? Mert én sem. Na itt kezdődik a probléma. Megsemmisítettek. Nem, megvan az, csak ráültek, és nem engedik át. Ugye lélekvándorlás van benne, mit tudom, na, az itt nem jöhet most, és kész, és nem engedik. Nem is hagytok benne egy párat. Mikor Jézus fölmegy a hegyre, és akkor Mózes és Illés lelkével ismerünk rá benne, és, ugye? Igen, és akkor a sátrat akartak készíteni, hogy itt akart időzni a két tanítvány, aki vele ment. Úgy van. Tehát ott is... És akkor Illés lelkére ismerünk, és akkor rákérdeztek, hogy akkor ő Illés nem, csak Illés lelke van benne. Aki Illésben is volt már, ez az a lélek. Most nem Illésnek hívják, hanem Jánosnak mondjuk, vagy másképp hívják. Igen, és ezt benne hagyták véletlenül a Bibliában. 40 ilyet hagytak benne a Bibliában. 40 ilyet. Tehát sok helyen kilóg a lóláb. Megvannak az eredeti szövegek, ezért tiltották ki az apokrifeket. Tehát a Jézusnak a tanítása is megvannak, hogy ezt őrzik a rózsakeresztesek például. A Piszti Szófiát elolvasod, meg ezeket elolvasod, akkor rájössz, az mind Jézus tanítása, csak ott is olyan dolgokról mesélt, amit kihagytak utána most belőle, már a mostaniak, a szerkesztők kihagyták, mert nem értettek bele egy büdös árvaszót se. Hát persze, mert hiperterekről beszélt, meg ilyenekről, hát az itt egy hiper, meg tér, meg na, hagyjuk ezt is, és kihagyják. Pedig az a lényeg az univerzumnak. Tehát mindig az emberi hülyeség az, ami az egészet meggátolja, hogy terjedjen a tudás. Ezért mondtam, hogy az internetnek van jelentősége, mert ha kiteszed a tudást, és most már egy része angolul is ki van rakva, pont azért, mert a tudás az nagyon fontos az emberek számára, és én engem nem érdek, hogy kiolvassa el az interneten, csak ne vesszen el az érték. Mert érték veszik el. Mint hogy az oroszok, mit tudom én, tudták, hogy érték a értékek, ezek a festmények, amik a Szépművészeti Múzeumban voltak, azt berakták egy ilyen fészerbe, az ott rohadt évtizedekig a festmény. Esett rá eső, a vihar volt, összeázott az izé, szóval egy ilyen fészer, tető volt fölötte, de csak egy tető. Az a szélviharban az csurom víz lett, az elázott, szétrohadt minden. Tehát, hogy mert hát ennek ez nem volt érték. Ez ugyanolyan, mint hogy most halálra tatarozzák ezeket a kastélyokat, azt annak idején birkaolat csináltak belőle. A gyönyörű parkettán birkákat tartottak, ami összeszart, összehúgyozta a parkettákat. Hát most, mert egy idióta, mert az dühből gyűlölt mindent, ami nem, a szegénység miatt dühből gyűlölt mindent, ami szép. És neki volt, ami neki volt szép, tehát nem azt mondom, hogy nem volt népművészet, mert volt. De az ilyen kifinomultabb dolgot, az gyűlölte. Pláne, ha buta volt. Ugye egy rablónak az semmi. Hát a Mexikóban ezeket a gyönyörű faragványokat, ezek az idióta izék, kábolyok ott lövöldöztek rá. Ding, ding, célba lőtt rá. De ezekre a reliefekre meg minden. Látszik rajtuk, hogy össze-vissza lövöldözték. Hát ilyen hülye mindig van. Mert ennek a tálibok a Buddha szobrot lőtték. Tálibok a Buddha célba lőttek a Buddha szoborra, a tálibok. Törökök a szfinxre, és így tovább. Célba lőttek rá. Tehát ilyen idióta mindig van. Mert ez ilyen pogány, meg ilyen, van benne egy gyűlölet, egy előítélet, és szétpusztítja. Az közben az emberiségnek olyan kultúr kicsit pusztítja el, amit pótolhatatlan. Az Alexandria könyvtárat azért gyújtották fel, mert ami lényeges, az benne van a Koránban, ami nincs benne a Koránban, az nem is kell. És fölgyújtották a 18.000 éves könyvtárat. Mert egy idióta kerül hatalomra, az él vele. Ó, az rögtön. Másik magyar. Mert az ugyanolyan kódszöveg, mint a Biblia? Igen, csak másik, az egy másik, egy kevésbé mélyen kódolt szöveg a Korán. Itt van a polcon. Magyarul is itt van. Láttatok már belülről, mi van a Koránban? Ott van eredeti Koránom is van, tudok nektek mutatni, van arabul, tehát az is van. Biblia óhéberül, héberül, újhéberül, ivritül, mit tudom én, az is van. Mózes 5 könyve ott van, ilyen vastag könyvek. Szóval nem kevés anyag.
de ott van, ott vannak a különféle nyelveken a Biblia, minden ott van. Van vagy 50 nyelven megvan nekem a Biblia. Tessék, parancsol. Egy dologról rá kell kérdezni, mi az a hely, vagy helye az a, egyáltalán az a vizsgahely, hogy Szambala, az maga, az mi, mit akar maga ez a gondolat? Az egy olyan hely, ahol vizsgázni járnak bizonyos... De égi hely, nem földi. Akkor az... Égi hely. Akkor oda fel kell nőni szó szerint. Oda fel kell nőni szó szerint. Itt arról szól a történet, hogy itt is azok, akik gondolkodnak, aktívak, csinálnak valamit, nem csak a vakarozás, vagy bejönnek ide, hogy majd okosnak látszanak, vagy azt nem viszik el sose. De hogy aki tényleg halad, és tényleg hozzátesz, tehát alkotólag is csinálja, és azok között egyre több az, aki mondja, hogy te figyeld, engem se elvittek. Hát mondom, miért ne vittek volna? Elvittek, és mit tudom én, volt, hogy vezetett az UFO-t, és ő neki nem törölték ki. Na most egy egyetemi tanár miért hazudná nekem azt, hogy ő UFO-t vezetett? Most mondd már meg. És tényleg elmondta lelkesen, hogy mit csinált, hogy csinált. Igen. És egyre többen tudják, hogy ez igaz, mert ugye figyelik, hogy én mit csinálok, figyelik a tanítványomat, figyelik, hogy mit gondolnak, azt is, hogy mit gondolnak. Minden. És nem baj, ha ellenem gondolkodik, az se baj, engem nem foglalkoztak. Nekem nem az ellenségem, a gyűlöl akkor sem. Miért, hogyha haragszik rád a fiad, akkor te már mindjárt semminek tekinted, vagy tudom én, ki kell nyírni. Hát dehogy is, hát azért, mert haragszik rád a fiad valamiért. Hát előfordul, aztán majd megvigasztolod. Majd megbékül. Megbékül, majd megbékül, kész. Mert ő most úgy gondolja, hogy. Mert a fater belepofázott nekem az életembe, meg a izébe, be. És akkor utána rájön, hogy milyen jót akart nekem a fater. De ahhoz nekem fel kellett nőni agyilag, hogy megértsem, hogy miért. Miért mondta, hogy ezt ne csináld. Mert jó ötletnek látszik, mint amikor beugrik a kóboly a kaktuszmokorba, aztán valogába húzgálja a tüskéket. Ez ugyanolyan, tudod, hogy jó ötletnek látszott. Én is, de Görögországban megfogtam egy ilyen kaktuszt. Olyan sejmes szőr volt rajta, de tényleg ilyen sejmes szőr. Ugye? Megsimogattad, ilyen teljesen olyan volt, mint egy szőrös macska. Így megfogtam, ezt nem kellett volna. Kinyitottam, és így tele volt a kezem ilyen mikrotüskékkel az egész. Így kiállt, így nem a sődisznó, úgy tele volt a tenyerem tüskékkel. Milyen szerencsé, hogy az asszonynál ott volt a szemöldök csipesz, és akkor egyesével kihúzgálta nekem a tüskéket az ujjamból, ahogy megfogtam egy ilyen Aténben egy kaktuszt, van ott a Atén közepén egy ilyen kalap alakú hegy. De úgy, nem úgy van, mint nálunk a Gellért hegy, hanem az ugye a síkság közepén egyszer csak így kiáll egy ilyen hegy. Egy bazi nagy görög zászló lengett akkor a tetején, egy kocsma van ott fönt a hegy, tehát fölmentünk oda, és mert hogy ott az unokatestvérem ott lakik. És akkor el voltunk nála, aranyos volt. Eldugta az útlevelünket, hogy ne menjünk el, maradjunk itt jó dolgunk van. És nagyon aranyos volt, és akkor a lényeg, egy hétig ott voltunk náluk. És hogy bejártuk Atént, tehát azt csináltuk, hogy megreggeliztünk, aztán fölültünk a buszra, bementünk a városba, és onnan elmentünk, kinéztük a térképen, hogy hová megyünk. Csak egy sorba így véglátogattuk. Atént a végén nagyon aranyos volt, mert a férje az egy tévészerelő, tehát járja a várost. És mi volt a tévészerelő volt, most már nem tévészerelő, de akkor tévészerelő. Most ilyen alkatrészüzletük, meg csillárüzletük van. De akkor még ilyen kiáros tévészerelő volt, és akkor ott, nem ott kell befordulni, kettővel tovább, és akkor tényleg ott kell befordulni. Tehát jobban ismertem Atént, mint ő, hát én is jártam a várost, és nekem meg kellett jegyezni. És mi volt a nagyon érdekes? Hogyha valahol eltévedtünk, és két év múlva újra bejelentették ugyanazt a tévét, ugyanúgy eltévedtünk. Tehát az volt az érdekes, hogy mind a ketten rossz fele mentünk. Mert a filmünkön nem arra ment. Ha persze, hogy nem, mert nem ott volt, de mi először is eltévedtünk. És ugyanazt a hibasorozatot elkövettük, mire oda találtunk. Külön el kell rakni a hibasorozatot. Igen, külön el kell rakni a hibasorozatot. Ez nem volt elrakva, és akkor megint a rossz fele mentünk, és ugyanúgy. Ugyanazokat a hülyeséget elkövettük, és ez többször előfordult, úgyhogy már rögtünk rajta. Ez volt a duma, hogy áldozatok nélkül nincs veszteség.
Úgyhogy... Tessék parancsolni. A lelkünk, mikor elalszunk, hol megy? Lelkünk? A lelkünk nem alszik el. Amikor mi? Ja, úgy, végleg meg halsz, ezt akarod mondani? Este, tested. Amikor... Ja, hogy este, amikor alszunk, néha eljár kóborolni álmodva. Hát igazából itt kóborol, mert itt röpködsz a város fölött, nagyon ritkán kerülsz máshova. Az ritka előfordul, de ritka. Hanem általában csak itt a város fölött kóborulunk, meg valamilyen eseményt játszunk el. Még egyszer, vagy előre meglátjuk a jövőnket. A lelki vezetőd azért vetíti neked le a jövődet, hogy ne kövesd el ezt a hülyeséget. Tehát figyelj, mert itt lesz egy buktató, sugni akar neked. Tehát te csak azért is elköveted a hibát. Tehát jelzett neked, hogy ott nem kéne csinálni, de te csak azért is lázadásból megcsinálod. Igen, akkor probléma van. Na most az a nagyon érdekes, hogy akkor honnan tudod, hogy nem a testedben vagy, hogy tudsz úszni a levegőbe? Mellúszásban, milyen nagyon érdekes. Nem gyors úszásban mész a levegőbe, hanem mellúszásban. Én siklani szoktam. Amikor lefele jövök, meg siklani is lehet, de az már egy külön technika, de ilyen mellúszásban, amikor lassan nézgelődsz a város fölött repkedsz, és látod föntről a városnak a házait, ahonnan soha nem láttad. Most már Google-osz, meg tudod nézni, de addig nem láttad soha, mert nem láttad fölülről mondjuk, repülőről vagy. Nem láttad. Ennek ellenére fölülről látod a várost, és a tetőket, és mit tudom, és a tetőkön lévő hulladékokat, meg mindent látsz. És mi az érdekes, mert a csatornában bele van esve egy harapófogó mondjuk, vagy valami, mert te csúszott a tetőfedőnek, és nem találtad. Ott van a csatornában. És akkor az a nagyon érdekes, hogyha arra a házra visszamész, és van alkalmad belenézni a csatornába, ott lesz a harapófogó. Na, ettől kezdve érdekes a történet. És miért törlődnek az álmok nagy része? Ez tanító jellegűek, ezek csak mostanra szólnak. Vannak, amik nem törlődnek egykönnyen, ilyen rémálmok, amik visszatérnek. Tehát pontosan azért, hogy szólnak neked ötször is, de te csak azért is nem azt csinálod. Tehát gonoszkodsz az emberekkel, vagy mit tudom én, és akkor szólnak neked, hogy ezt nem kéne, mert nézd csak ide, itt egy kerítés, és futsz a kerítés mellett, mert jön mögötted a öt kutya, és vicsorognak, és harapdálnak a lábad után, és akkor te meg futsz a kerítés mellett, és fönt szögesdrót van, és a kerítés végeláthatatlan, kilométer hosszú kerítés, és sehová nem tudsz bemenekülni, mert azért, tehát mutatják neked ezeket az álmokat pontosan azért, hogy te is kerülhetsz ilyen szorult helyzetben még, haver, hogy valakit szorongatsz, és csak azért is kínzod, gyötröd, stb. Tök mindent, hogy az kicsoda. Akkor mutatják neked, hogy nem jól csinálod. Ezt azért mutatják. És akkor abba hagyod, rögtön megszűnik ez az álom. Ez benne az érdekes. Tehát tanító álmokat kapunk, vagy pedig jós álmokat is kapunk néha. Az nagyon ritka, de ez fordul, hogy megmutatják neked a jövődet. Tehát ilyen is előfordul, hogy megmutatják, hogy most ugye rettentő szar minden, de jobb lesz, és nézd meg, itt valamilyen nagy sikered lesz. Tehát miért tudom én, ünnepelnek téged egy stadionban most, tudom én. De sok-sok, százezer ember téged ünnepel. És akkor ez milyen baromi jó lesz. Most te mint űrhajós leszel, vagy most egy senkiházi vagy, de valamiért, valahogy be tudsz oda jutni, valahogy mégiscsak sikerül az életed. Tehát ez is olyan. Mert elmész katonának, aztán ott, vagy bemész katonának, aztán kiemelnek, mert nagyon tehetséges vagy pilotának, ha nagyon tehetséges vagy pilotának, kiemelnek űrhajósnak, aztán feljutsz a világűrbe, vagy a Holdra, és te leszel a híres ember. Nem is tudom, melyik ilyen a Dream, vagy nem tudom, melyik volt, hogy a szomszédasszony a férje arra kapacitálta, az orális szexet kapacitálta, és akkor mondta, hogy persze majd, hogyha az Adrin a Holdon lesz, majd akkor... A Holdon lesz. Majd mi? Majd a szomszéd gyerek a Holdon majd lesz. Majd akkor lesz ilyen. És akkor erre föl... Ezt valahogy így meghallotta, mint pletykát, és akkor fönt volt a Holdon, és akkor rászólta, hogy Mrs. Smith, akkor most. A holdról szólt rá. És akkor most, mert én a Holdon vagyok, most azt mondta a férjének, hogy a Holdon lesz, na akkor most a Holdon vagyok. Hát ugye,
volt humor benne. És amikor meghalunk, hova megy a lélek? Hát igazából nem megy el a föld rendszeréből, néhányat kivéve a nagy rész. Van akkor? Már amikor. A 4D-nek vannak jó és rossz zugai. Tehát kétféle, az összes tapasztalat azt mutatja, hogy van egy világos hely, meg egy sötét hely. A sötét hely a szar, a világos hely az jó. Tehát egy világos helyre kerül, vagy egy sötét helyre kerül, az a pokol. Tehát az ott rossz. A nem tér nem időben van beszorulva többnyire. Ha nagyon gonosz volt, akkor beszorul a nem tér nem időbe. Az egy réteg, az Ahun réteg. Ez egy furcsa, bolondos. Ott tér nincsen, csak a térrétegek közötti, de tűz és vízelem van. Azért mondják tisztító tűznek is. Mert ott magadban vagy, mint az állat, olyan egyedül vagy, nagyon egyedül. Vaksötét van, hideg van, sötét van, és egy időn van, kezded látni az aurádat, de kezdedet, mit tudom én, nézegeted ott a sötétben, de vaksötét van. Egy kicsit már világít a kezed, egy picit. Tehát látod, hogy mozgatom ennyire, és ott visszajátszák neked az összes hibádat. Na de ezerszer. Meg kell élned minden aspektusból. Tehát megölsz valakit, akkor megélheted a feleségének a szenvedését, megélheted a gyerekeinek a szenvedését, egyesével mindegyiket, megélheted az összeset, aki őt szerette, azoknak a fájdalmat, mind meg kell élned. Ja, és nem egyszer. És ha állatokat, növényeket ölünk meg, azt is? Erre nekünk engedélyünk van. Csak ne kínozzad. De csak ne kínozzad. Engedélyed van rá, csak ne kínozzad. Ez nagyon lényeges. Ez a 40. Szóval ne kéjesz. Ne célba lőjél rá, mert neked olyan kedved van, mint a légpuskával a verebet lelőjön. Elfogyasztás céljából. Ha kaját csinálsz belőle, akkor semmi probléma nincs. Mert kéjből öljön, nem? Mert hát ugye táplálni kell magadat, mert olyan nincsen, hogy most fényt teszünk, ha jól van. Fényevő evett mellettem pogácsát. A szándék nem mindegy, úgy van. Mert pontosan az, hogy ne a pusztítás legyen a szándékod, és ne gyönyörködj a pusztításban, hanem alkossál. Has, alkoss, gyarapítsa, az a fényre derül. Kölcsei milyen jót tudta. Ez pontosan így van. És ezt kell csinálni, hogy tudjad azt, hogy mi, miért történik, miért csinálod, stb. Ez mindent tudnod kell, tudatos legyen. Ez a 40 nap? A 40 nap az nem arra van, az arra van, hogy elbúcsúzhassál, elrendezhessd itt a dolgaidat. 40 napig a lélek az itt lehet a földön még. Általában eljönnek a temetésükre mindenki. Ott lehet látni, hogy ott nézik magukat, és van, amely a materialisták el sem hiszik, hogy meghaltak. Hanem azt látja, hogy ki az ott. Olyan, mint én voltam a tükörben, de hát nem tudom én, ki az ott a ravatalon. Hát, de hát közben ő az. És hát ugye erre volt is egy ilyen forgatókönyv, hogy el kell neki mondani, hogy ő meghalt, most más dolgod van, újat kell kezdened, új dolgot kell kezdened. És a síratóasszonyok. A síratóasszonyok elmondták neki. És ez egy tudósítás is volt, hogy hogy sírnak a testem fölött, az azt jelenti, hogy én meghaltam. Tehát ez volt nagyon fontos ebben az egészben, hogy a fizikai testet halt meg, a tudatod nem hal meg. Tehát a materialista azt hiszi, hogy ő sötétség vége, meghaltam. De nincs vége. Tehát mit a szerelmes vagy és felakasztod magad, mert a szerelmed máshoz ment férhez vagy feleségül, tök mindegy, és akkor utána te neked most már vége van mindennek, és most már mindennek értelmetlen minden az egész élet, stb. Hát lehet, hogy még 42 nagyon szép szerelmed lett volna az életedben, de egy hülye vagy, és túl spiláztad a dolgot. Nem azt jelenti, hogy a szerelem nem szép, meg nem fontos, meg nem ezt mondom, én nagyon nem ezt mondom. De még lehetett volna gyerekeid, boldogságod, minden lehetett volna, de te egy lükebóka vagy, beindultál, annyira be vagy indulva, hogy fölkötöd magad az első fára. Na most az a nagyon érdekes, hogy utána a lelked az megint csak elmegy a szerelmethez, láthatod a fürdőszobában, hogy mosogatja a seggét, mindent láthatsz, ott vagy, láthatod,
a láthatod, hogy csinálnak gyereket a új párjával, láthatod, hogy nőnek föl a gyerekei, és így tovább. De közben te ezt a lehetőséget elvesztetted, mert nincs tested. Tehát már nem tudsz neki gyereket csinálni, mert nincs tested. Vége ennek a lehetőségnek, ezt eldobtad magadtól. Most azért is bűn az öngyilkosság, mert utána meg a gyilkosság is, mert ez nem tudja végrehajtani azt a tervet, ami az isteni tervben benne volt. Tehát nagy kárt okozol, ez az egész rendszert át kell miatta tervezni, képzeld el? Tehát marad nagy kárt, tehát a fraktálnak azt az egész részét át kell tervezni, mert megváltozott, mert te nem vagy benne, mint szereplő. És nem érted, hogy ez miről nagy bűn, hát én elmeghatom, azt jó van. Hát nem úgy van, mert hogy attól kezdve mindenki, aki az ő életébe beletervezett téged, mint tényezőt, már annak az ott nincs ott. Ott egy üresség van, mert te már nem vagy ott. És most akkor mit okoz ez a rengeteg gyilkosság, ami most történik? Mert egymás után ugyanezt. Családok egymást... Ugyanezt okozzák, és ez egy ilyen örökös körforgásba beviszi a lelkeket. Erre szoktak lejönni a megváltók. Tehát, amit tudom én, a családoknak nem a megölés a vendetta, hogy ki kell nyírni a másik családot, hanem az a vendetta, hogy mindig segbe rúgom a másikat, most mondjuk, akkor erre adnak egy kegyelmet, hogy na hát egy segbe rúgást, nem kell újra születned, fiam, most már menjél a francba innen, mert hogy kiül a lelkek terme, mert nem lesznek lelkek, mert körbejárnak a hülyeségük miatt. Mert én segbe rúgok téged, akkor már karmatikusan neked jár a segbe rúgás, utána nekem jár a segbe rúgás, neked jár a segbe rúgás, nekem jár, és ezt csinálod vele a végtelenségig. És akkor ilyenkor ezt a kört azért szakítja meg egy megváltó, magára veszi a bűnödet, és azt mondja, hogy elmehetsz, fiam, átengedlek a vizsgán. És akkor attól kezdve már te átmentél a vizsgán, és mehetsz tovább, vagy a következő életedre, vagy a mennyországba. Tessék, valahogy csak. De fentebből nézve, ezek is bele vannak írva a rendszerbe valójában? A jövő terülbe, tehát kívülről nézve az egész napra. Igen, hát tulajdonképpen tehát az egész rendszer, tehát extrapolálható az egész előre. Tehát tulajdonképpen mi szemszögünkből ez véletlen függvény, de kívülről nézve meg, tehát Isten szemszögében ez is meg bele van írva ez a hiba. Hogyne, hát ez hosszú évezredekre előre le lehet írni. Minden. És az nem azt jelenti, hogy az minden úgy fog lezajlani, de nagy volumenben igen. Erről szól a Biblia Kodja könyv sorozat, ott van, hogy a 3200 évvel ezelőtt leírt szövegben olyan városok, olyan események vannak, amik még akkor nem is léteztek, amikor ezt leírták. És a szöveg eredeti, nem változott meg azóta sem. Az eredeti szövegben ott van Kobe földrengés 1900, mit tudom hány. Érted? Tehát, hogy amikor volt a Kobe-i földrengés. Ott van. És tényleg nagy földrengés volt abban már. De Kobe nem is létezett akkor még. Érted? Még nem is Japánnak hívták, meg nem is létezett az a város, az Tokiónak egy ilyen, már igazából a Tokióval összenőtt város. Tehát Tokiónak mondható, már csak egy kerülete. Tessék valamit csak. Akkor az egyszerű logika szerint lehet, hogy a párhuzamos létezőknek, mindegyiknek van egy saját Biblia forgatókönyv. Úgy van. És úgy ezért van az, hogy mindegyiknek saját kultrendszere, saját úgy története van. Igen. És hogyha az ember véletlenül elcsúszik egy más, azért látod más, mert akkor abba a kultba belelát egy kicsit. Igen. És amikor visszajön, akkor azért érvényes megint az itteni. Igen. Rendszerkönyv, ez olyan, mint egy rendszer gazdának a... Igen, erről van szó, pontosan. Erről van szó. És már megvan írva az egésznek a forgatókönyve, tehát a Bibliában, ugye az egy 25-szörös kódolású, nagyon bonyolult rendszer, és a nagyon bonyolult kódolást meg lehet fejteni, és ha megfejted, akkor át lehet adni a nép kezébe. De ma megfejtetlen szöveget kell átadni a nép kezébe, meg lefordított szöveget, hanem az eredetit, amikor lefordította, vagy megfejtetted, akkor már le lehet fordítani akármilyen nyelvre, de csak amikor megfejtetted. De nem tudták megfejteni, hát a Newton évtizedeket töltött ezzel, hogy ezt megfejtse. Komolyan a Newton, a nagy materialista szent, aztán közben hívő ember volt az Einstein is hívő ember volt. Tehát a nagy materialista szentek mind hívők voltak. Mert a végén rájön mindenre.
de csak a végén, amikor hiába lázasz te fiatalon, akármilyen dükkből, meg érzője, hogy nincs Isten, meg nincs Gézú. Tessék, van csak. De gyakorlatilag a Biblia kódját megfejtjük, akkor ez a végítélet előtti utolsó pecsétfeltörése. Úgy van, ez az utolsó pecsétfeltörése. És meg fogjuk fejteni. Most nem biztos, hogy ezért iparkodnak sokan megfejteni. Ugye az a kék... Ott a megfejtő kulcs. Ott van az asztalon. Ott van. Longinus biztos rajta van a feladaton. A Longinus is rajta van a feladaton, persze, hát az már 2000 éve. Régen rajta van. Van ideje. Nem, ő már unja, ő már inkább meghalna. De vágja a centit, hát fel lesz több rakat. Vágja a centit, igen. Nem lehet meghívni egyszer ide beszélgetni? Nem tudom, még nem találkoztam vele. Nagy szellemeket találkoztunk itt a körünkbe. Azért morzogtak érdekesek a Saul, a bibliai Saul, akkor a Néro is volt itt nálunk, kavart itt. Keresztelő Szent János? Keresztelő Szent János, nem tudom. De az mi? Assisi Szent Ferenc. Assisi Szent Ferenc, tehát azért itt megfordultak egy páron érdekes emberek.